Hello mindenkinek, én Sallai vagyok, és a mai videóban egy orosz ételt fogunk kipróbálni, illetve egy helyet fogunk kipróbálni, a Pirogda nevű helyet, és pirogokat fogunk enni, meg Balkán burgert. Be is szereztem a szükséges hozzávalókat ahhoz, hogy a pirogot meg tudjuk kóstolni. A Pirogda nevű kajáda már kettő helyen is megtalálható Budapesten, a Gubacsi úton, egy Lidl parkolóban, a második pedig az Erdőkerülő utcában, szintén egy Lidl parkolóban. A 15. kerületi, azaz az Erdőkerülő utcai volt először. Rég voltam már olyan helyen, ahol ilyen olcsó az étel. A sós pirogok 1300 forintok, az édes pedig 950. A pirog egyébként egy népszerű orosz pitel-szerű étel. Sósan és édesen is eszik, mint ahogy a melléketábla is mutatja, hogy van, lehet venni sósan és édesen is. A legnépszerűbb feltét az a húsos, halas, gombás, káposztáson is, illetve szilváson, almáson, tehát ilyen gyümölcsökkel is szokták enni az oroszok. Magyarországon van az a mondás, hogy, vagy hát nem is tudom, hogy ez mondás, hogy megnézem én, hogy tudsz majd nokedlit szaggatni? Tudod, ilyen a nőket megkérdőjelező, hogy mennyire képes a konyhában megállni a helyét, hogy így fogalmazzak. Na hát a pirog az annyira alapétel Oroszországban, hogy ez az, ami gyakran a jó háziasszony jelképét jelképezi. Tehát, hogy aki jó pirogot tud csinálni, na az igen, az aztán tud nokedlit szaggatni. Tudám pirogot kisütni olajban? Mert ezek igazából tulajdonképpen, hogy kell elképzelni egy pirogot? Kb. Úgy, mint egy töltött lángost. Van, hogy leveles tésztából készítik, de egyébként itt szerintem ez egy ilyen lángos... Hú, de McDonald's illata van. Ez egy ilyen lángos tésztaszerű, és akkor bele vannak rakva a hús, sajt, hagyma, paradicsomot látok, akkor összegyúrják és olajban kisütik. Jó, hát akkor kezdem a legalapabbal, a húsossal. Nem a leglátványosabb étek. Most így a kamerán keresztül úgy látom, mintha ez egy ilyen hotdog lenne, hotdog kiflire hasonlít. De a töltött lángosan is. Paszki, mennyire meki illata van. Elképesztő. Első harapásra retro hamburger íze van. Baszki, ez baromi finom. Tök jó. Azért hoztam ilyen sokáig ezt a videót, mert már egyszer-kétszer írtátok nekem kommentekben, hogy a pirogdát próbáljam ki. Mert sem is messze van tőlem. Nem járok azokon a környékeken, ahol a pirogdát lehet kapni. De akik külkerületekben lakik, Gubacsi út környékén, vagy a 15. kerületben, azoknak egyszerű dolga van a pirogda beszerzésével. Mondjuk lehet rendelni is. Álljunk meg, mert ez nagyon finom, és így befalnám az egészet. Ma még nem sokat ettem, és már 5 óra van, délután 5. Ja, egyébként van egy olyan menüjük, és én úgy vettem, hogy óriás balkán burger, plusz az előbbiekben látott húsos pirog, a kettő együtt 3300, tehát óriás balkán burger. Az előző retro hamburger ízű volt, akkor ez milyen lesz, de hát ez egy pita, és benne csevap, ajvár. Amúgy lehet, ez nem csevap, hanem a másik. Lesz valami csalamádi-szerű, jó nem, ez a salátalevél, mustár, hagyma, uborka, karika. Jó étvágyat kívánok, srácok. Imádom az ajvát. És bakker, ez tényleg jó nagy. Óriási burger, óriás balkán burger, házi készítési fűszeres sert és marha vegyes darált hús, vaslapon sütve, ajvárral, friss lőhagymával, paradicsommal, uborkával, jégsátával, ketchup, mustár, majonéz, fatüzelésű kemencében, sült lepényben. Magában ez a burger 2400 forint. Miért vártam ennyit erre a videóra? Fantasztikus, már úgy kicsit így kihűltek, de még nem vészes. Tökéletes így is. Cár pirog. Külsőre ugyanúgy néz ki, mint az előző, csak ebben fűszeres, pirított csirkemelcsékok, töltött burgonyás tészta, pirosra sütve salátákkal és joghurttal. Ja igen, és ott bele lehet kukucskálni. Hogy van benne hagyma? Ha látom a csirkét, mindent látok. Ez az orosz töltött lángos, itt hallottátok először. Most, hogy így elolvastam, hogy burgonyás tészta, így érzem tőleg, hogy nem is a bármelyik lángosra hasonlít, hanem a krumplis lángosra. Ami ott van Óbudán fent, a krumplis lángosozó? Nem tudom már, hogy hívják. Az aluljárós lángos, az óbudai, arra hasonlít. Jó a szósz, jó ez a csirkefűszerezés. Nem-e potyog szét, mint egy burger? Szerintetek megér egy ilyen pirog 1300-at? Mert szerintem
teljesen megéri. Nem kis különlegesség. Na, erről van szó. Ezért is csinálom ezt a csatornát, hogy ilyen helyekre is rábukkanjak. Hogyha nem YouTube-oznék, akkor szerintem már rég elfejtettem volna, hogy létezik ez a pirogda. Mióta Pesten vagyok, tudok a létezéséről, de sose próbáltam. Aztán YouTube-ozok, néha írjátok kommentekbe, és akkor tényleg erről kérem, hogy videót csinálni. Aztán pedig most olyan hangulatomban voltam, hogy valami újat ennék. Valami mégis olcsó, de újat. És pirog. Zsenik vagytok, köszönöm szépen az ajánlást. Még akkor is, ha már nagyon régen volt. Harmadik sós pirog, amit szereztem. Hú, tele van sajtal. Jutúrós sonkás pirog. Friss jutúróval, kevert sonkakockával töltött burgonyás tészta, pirosra sütve, salátákkal és sajttal. Valamiért a lilahagymát, a paradicsomot és az uborkát nem említi a leírás. Pedig van benne, ebben is van. Ugyanúgy, mint az előzőekben. Eddig intenzíven hagymát érzek, jutúrót még nem. Megvan, megtaláltuk. Most jó nagy hagymát raktak bele. Baszom nagy lila hagyma. Hú, munkat a csíp a lila hagyma. Leszámít lehellet a javából. Ebből adták a legtöbb hagymát. És hoztam inni is egy ilyen kvaszt. Természetes sátrányi víz 280 méter mélységből nyer. Cukor, kvaszcefre, koncentrátum, kvaszcefre, koncentrátum, élesztő, savszabályzó, citromsav. Úgy néz ki, mint egy sör, de egyébként ez egy alkoholmentes ital. Oroszországban alkoholmentes italként a 2%-os kvaszt is elfogadják. Általában 0,7 és 2% között vannak ezek. Boltokban már ezek a 0%-osak találhatóak, szóval ez egy alkoholmentes ital. A kvaszra vonatkozó első írásos említés a 10. századból származik, és feltétlenül ekkorra már a legtöbb kelet-európai szláv nemzet fogyasztotta ezt az italt. Első angol írásos említés a 16. században volt. Nem tudom, hogy valaki csinálta már kvaszkóstolós videót a magyar YouTube-on. Az első videós említés 2023-ban történt meg. De az úgy néz ki, mint egy... Nem tudom. Mint egy búzasör. Nem öntöm ki. Olyan feketének néz ki. Mint egy barna sör, olyan illata van. Édes. Erre nem számítottam, hogy édes lesz. Ez az orosz kóla tulajdonképpen. Hát, képzeljétek egy alkoholmentes stoutot, amit cukorsziruppal felforraltak, majd újra lehűtötték. Én el tudom hinni, hogy valakinek ez ízlik. Nekem most ez nagyon nem jön össze. Ezek annyira jó ételek voltak eddig. Annyira sajnálom, hogy ez az ital, ez borzasztó. Sajnálom. Ez egyre csak rosszabb. Azt hittem, hozzá tudok szokni. Van még a tarsolyban meglepetés. Túró rudis pirog. Magyarul csoki meg túró benne, ebben a burgonyás tésztában. Kicsit laposkább, mint az eddigi. Ha látom a fritúnak, a kosarának a nyomait itt. Ilyen kis kockás lett. Ez meg itt, ennyi, ez itt a túró. Nem. Konkrétan beleraktak egy túrórudit. Ez annyira szomorú látvány. Ez konkrétan már majdnem a rántott túrórudi esete, csak burgonyás tészta bundában. Na jó, harapok még egyet. Ez nem nyerte el a tetszésemet annyira. Nem véletlenül olcsóbb. És van itt még egy csokoládés, ez az édesek közül az alap. Ebből ugye nem egy táblacsokit raktatok. Na, itt például semmit nem érzek, és de azt érzem, hogy itt a tészta is édes, nem sós. Szóval ehhez másfajta tésztát alkalmaztak. Na, most már csak jöhetne a csokoládé. Pillanatra elhittem, hogy Nutella, de nem Nutella. De nagyon finom a csoki benne, bakker. Ez Milka? Itt is az történt, hogy középre volt rakva egy kocka csoki. Amúgy finom, ez finomabb, mint a túrós. Összességében az a véleményem, hogy ez sósam. Királyabb. Meg lehet enni. Figyelj, akkora baj nincsen. Szinte végigjöttem a helyet. Van még pár pirogjuk, sósak, van még pár édes, van olyan, amiben epres túrúdit raktak, illetve vannak még tájaik is. Csevaptál, jeszkavicetál, jutúrós csirkesalátatál, a Balkán burgerből van, halapenyós, békönös, sajtos, dupla burger, tojásos békönös,
Szóval van 6 féle burger, jelenleg 9 féle sós pirog, de lehet, hogy több is van egyébként. Ha van itt bőven falatozni való. És arról nem beszéltünk, hogy ez a kvász, ez amúgy 850 forint volt. Ó, az édes íze után nem is nagyon nem jó. Ez sós után valamilyen, de édes után hát nem ajánlom. Ez finom volt. Köszönöm szépen, pirog, de hogy ilyen jó ételeket készítetek. A kvász nem a tévbiátok. A sósak. Isteniek. A burger. Isteni. Az édesek. Jó. Az is elmegy. Az is jó. A túrót is nem. De hogy nem lenne olcsóbb, ha vennétek túrót, meg valami csoki szirupot, és beleraknátok? Miért túrót itt raktok bele? Hogy így jobban el legyen oszolva benne. Csak egy tipp. De lehet, hogy már a túró olyan drága, hogy olcsó túródi formájában olcsóbb kivitelezni. Nem tudom. Lehetne egy gyárba az édes a sóssal, cserébe több lenne benne az anyag. Nem tolakodásként, meg nem okoskodni szeretnék, csak mondom, hogy én erre gondolnék, hogyha lenne egy pirogdázó, létezik, pirogozó, pirogda. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy tetszett nektek. Van a leírásban egy Instagram, kövessetek be, kérlek. Szépen kérlek. Köszi. És egy TikTok link is van ott. Visszamennél, léci a leírásba, ott van a TikTok link is. Na, ne siess. Ott van, kattints rá, és iratkozz fel. Mindjárt annyi követőm van TikTokon is, mint YouTube-on. És nem hiszem majd azt, hogy 50 ezer ember innen átment oda. Még tudja, hogy nem követsz TikTokon, akkor megvárom. Tedd meg, léci. Köszi. Jaj. És like, bocsi, még van ott fölötte egy like gomb, azt megnyomnád. Igen, sürgős. A többiek már mennének. Nem akarom ilyen sokáig húzni ezt a videót. Köszönöm szépen. Na, találkozunk egy következő videóban. Sziasztok! Teljesen megőrültem. Nagyon jó ez a pirog.